Erősödő együttműködés. A közvetlen brüsszeli források, valamint a Go and Learn nemzetközi program is segíti a lengyel-magyar gazdasági kapcsolatokat. Rekordszámú felajánlás. Idén a magánszemélyek közel fele, vagyis 106 ezeren ajánlották fel a személyi jövedelem adójuk 1%-át Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Jubileumi év. 25 éves a szociális munkás képzés a Debreceni Egyetem egészségügyi karán. A közvetlen brüsszeli források, valamint a Go and Learn nemzetközi program is segíti a lengyel-magyar gazdasági kapcsolatokat. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A közvetlen brüsszeli források egy része, amelyek erősíthetik a lengyel-magyar gazdasági együttműködést, már 2014. január 1-től elérhetőek. A támogatások leginkább az energiahatékonyság, a fenntartható mezőgazdaság és az integrált városfejlesztés területeit érintik. A lengyel-magyar kapcsolatok egészen az Árpád-kortól napjainkig igen erősek, hangzott el a Magyar-Lengyel Kereskedelmi Gazdasági és Kulturális Egyesület, valamint a Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közös konferenciáján. A megyeházán tartott rendezvényen a Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetségének tanácsosa kiemelte, többek között a rendszerváltás és az EU-s csatlakozás is ugyanakkor zajlott a két országban, ezek is tovább erősítették az elmúlt bő két évtizedben a kulturális és gazdasági kapcsolatokat. A lengyelek és a magyarok szinte testvérek, és a két ország közötti kapcsolatok igen erősek, és én úgy gondolom, hogy ez a jövőben is erős, jó lehet. A találkozón a Go and Learn című nemzetközi programról is szóltak, ebben 6 ország, köztük magyar és lengyel szervezetek működnek együtt, céljuk, hogy a gazdasági szereplőket közelebb hozzák egymáshoz. Ehhez a programhoz kapcsolódóan kidolgoztunk egy nagyon jól használható honlapot, ahol azokat a gazdálkodó szervezeteket szerepeltetjük, akik más országban szívesen fogadnak üzletember delegációkat, üzletembereknek mutatják be a szakmai tevékenységüket. Ezt azért találjuk fontosnak, mert az a lényeg, hogy ha valaki kiutazik külföldre, ne csak a kulturális és turisztikai látványosságokat ismerje meg, hanem ismerje meg az országnak a gazdasági életét is. Ez a program Olaszországban már nagyon jól működik, tőlük vettük át, és a lengyelek is bekapcsolódtak ebbe, aminek nagyon örülünk. A rendezvényen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke Baracsi Endre arról szólt, a közvetlen brüsszeli források egy része, amelyek segíthetik a lengyel-magyar gazdasági kapcsolatok erősítését, már 2014. január 1-től elérhetőek. Ezekre az alelnök szerint kellő odafigyelést kell fordítaniuk a gazdaság szereplőinek, valamint a megyei önkormányzatnak is. Idén a magánszemélyek közel fele, vagyis 106 ezeren ajánlották fel a személyi jövedelem adójuk 1%-át Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Így a civil szervezetek részére felajánlott összeg több mint 203 millió forint volt. Ebben az évben országszerte is rekordszámú volt a felajánlás, 2 milliónál is magasabb volt azoknak az adófizetőknek a száma, akik rendelkeztek adójuk 1%-áról. Ebben az évben május 20-áig ajánlhatták fel személyi jövedelemadójuk 1%-át a magánszemélyek. Ezt megtehették személyesen, postán vagy elektronikusan az ügyfélkapunk keresztül. A beérkezett adatok alapján idén többen rendelkeztek 1+1%-ukról az előző évekhez képest. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a személyi jövedelemadó bevallóknak közel fele ajánlotta fel az 1+1%-át civil szervezetek, illetve egyházak részére. Ez azt jelenti, hogy a tavalyi évtől 10 000-rel többen, tehát 106 ezer bevalló tette meg ezt a felajánlását. A civil szervezeteknek egyébként 98 ezer felajánlás érkezett, az egyházak részére pedig 78 ezer. A civil szervezetek számára idén összesen több mint 203 millió forintot ajánlottak fel Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ez a tavalyi évhez képest 10 millió forinttal nagyobb összeg. Több mint 11 ezer ilyen felajánlás volt hibás, azonban nem minden egyes 1+1%-os felajánlás ért célt, hiszen hogyha valaki nem teljesítette a civil szervezetek közül a beszámolási kötelezettségét határidőig, akkor azok nem kaphatták meg ezt a felajánlott összeget, illetve hogyha valakinek köztartozása volt, akkor a köztartozás erejéig kiegyenlítjük a számlát, és csak a fennmaradó összeget kaphatja meg. Ezt természetesen a Nemzeti Adó és Vámhivatal fogja utalni neki, tehát további teendői nincsenek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében idén is az Állatbarát Alapítvány kapta a legtöbb támogatást.
25 éves a szociális munkás képzése a Debreceni Egyetem egészségügyi karán. A képzés 1990-ben Magyarországon először Nyíregyházán indult el. A szakot folyamatosan fejleszték, jelenleg közel 140 hallgatója van alap- és mesterképzésen. A szociális munkás képzés negyed évszázados fennállását ünneplik a Debreceni Egyetem egészségügyi karán. 25 évvel ezelőtt Magyarországon még nem tudták pontosan, mit csinál a szociális munkás. Az első tanárok különböző szakterületekről érkeztek a hallgatókhoz. 1990-ben 30 fővel indult az első évfolyam. 25 éve folyamatosan fejlődik, és ez egyrészt a jó Istennek köszönhető, másrészt annak, hogy rögtön az elején olyan hihetetlenül nagy nemzetközi támogatást kaptunk, egy olyan szakot szerveztünk ugyanis, ami Magyarországon nem volt és nem ismerték. Most ehhez kellett az, hogy rögtön az első évekbe, de szó szerint úgy, hogy az első, második, harmadik években már mint egy 15-20 fős nemzetközi szakértői stáb segítette a munkánkat. A közvetlen szervezést azt Richard Steinman professzor úrral, Amerikából volt itt Fulbright ösztöndíjjal, ővele kezdtük. A szociális munkás képzésnek azóta is több kapcsolata van az Egyesült Államokban és Finnországban is. A mai ünnepségen is megjelentek az országok képviselői. Egy kutató munkatagjaként már 25 éve dolgozom az egyetemi karral, valamint 25 éve hozok ide diákokat tanulni, és ugyanennyi ideje tanítok itt. Tehát egyszerre dolgozom és kutatok az itteni tanári karral együtt. Ebben az évben alap- és mesterképzésen, valamint felsőfokú szakképzésen összesen 60 diák kezdte meg tanulmányait, szociális munkás képzésen. Jelenleg összesen közel 140 hallgató tanul itt. Igen népszerű szakról van szó egyébként. Sajnos az elmúlt időkben viszont visszaesett a létszám, annak idézőjelben köszönhetően, hogy megváltoztak például a ponthatárok, illetve emelt szintű érettségit kell tenni, akik ide jelentkeznek, illetve a végén, amikor pedig végeznek, nyelvvizsgával kell rendelkezni, különben nem kapnak diplomát. Tehát ezek a tényezők egy kicsit megnehezítik azt, hogy olyan szinten, mármint hallgatói szinten lehessen továbbvinni, ami eddig volt. Tehát a folyamatos pont határ emelkedés azt eredményezi, hogy sajnos egyre kevesebb és kevesebb hallgatót tudunk felvenni. Dr. Lukácskó Zsolt volt dékán szerint évekkel ezelőtt Szabolcs megye látta el a környező megyéket is szociális munkásokkal, és bár a piac folyamatosan telítődik, a szociális munkatársakra mindig szükség lesz. Halálos baleset történt a hétvégén Tiszanagyfaluban. Egy erősen balra ívelő kanyarban egy motorkerékpár eddig tisztázatlan körülmények között jobbra lesodródott az úttestről. A motor felborult, átszakította a temető kerítését, majd a sírok közé vágódott. A motoros olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Két gépkocsi ütközött Besenyődnél vasárnap délután, egy ember meghalt. Egy terepjáró közlekedett Besenyődön a 41-es főút irányába, amikor a vezető a főúthoz ért nem adott elsőbséget a neki balról Levelek irányából érkező autónak. Az ütközés következtében mindkét jármű átvágódott a főút túloldalára, letarolták a szennyvízátemelő kerítését és annak berendezését. A vétlen autó teljesen összeroncsolódott, vezetőjét a műszaki mentéshez riasztott baktalórendházi tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki. A sofőr olyan súlyosan megsérült, hogy a kiérkező mentők nem tudtak rajta segíteni, a helyszínen meghalt, a másik autó vezetőjét kórházba szállították. A nyíregyházi rendőrkapitányság vizsgálja a halálos közlekedési baleset körülményeit. Ötödik alkalommal találkoztak egymással az egykori Szatmár vármegye területén élő református gyülekezetek képviselői és a hívek a Szatmár határok nélkül elnevezésű rendezvényen. A részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Elszenvedte harmadik bajnoki vereségét a Kisvárda Masztergód. Sós Imre együttese az NB2 hetedik fordulójában Sziget-Szentmiklóson kapott ki 2-1-re. A tabellán jelenleg a 12. helyen álló várdaiak szerdán Magyar Kupa mérkőzésen Cegléden vendégszerepelnek, szombaton pedig bajnoki meccsen a Budaörsöt fogadják a Várkerti pályán. Két vereséggel és egy győzelemmel zárta a szlovákiai Svidben megrendezett felkészülési tornát a Marsó Nyíregyháza. Sitko Ernő együttese szerdától Zalaegerszegen a Göcsej kupán szerepel. Nem tart a csapattal a szerb Nikola Jovanovics, akitől elköszönt a klub vezetése.
Ötödik alkalommal találkoztak egymással az egykori Szatmár vármegye területén élő református gyülekezetek képviselői és a hívek a Szatmár határok nélkül elnevezésű rendezvényen Nagyecseden. A résztvevők nem csak lelki útravalót kaphattak, de megismerkedhettek a szatmári kultúrával, néphagyományokkal és ételekkel is. Hagyományosan felvonulással és istentisztelettel vette kezdetét a Szatmár határok nélkül rendezvény a hétvégén Nagyecseden. A Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület által immár 5. alkalommal szervezett találkozó célja, hogy a szatmári régióban élő hasonló földrajzi adottságokkal, kultúrával és történelmi múlttal rendelkezőknek találkozási lehetőséget biztosítson. Mi ezt a határt igyekszünk legalább egy napra eltörölni. Ezért is az a rendezvényünk neve, hogy Szatmár határok nélkül. Aki már járt Nagykárolyban, Szatmárnémetiben, Börvejben is sorolhatnám a Szatmár túloldalán lévő településeket, rájön, hogy hasonló típusú embereket találott. Tehát a határ nem tudta ezt elválasztani. Ugyanúgy beszélnek, ugyanazt a diftongust használják, ugyanúgy főznek, ugyanazok az ízek, ugyanaz a gondolkodás. Hát ha ez így igaz, akkor találjunk egymásra. És ez az alkalom, ez mindenféleképpen megfelelő erre, és maga az egyesület is ilyeneket tűzött a zászlajára. Az ünnepi istentiszteleten dr. Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke elmondta, a nagyecsedi templomban mindig nagyon jó érzés prédikálni, hiszen ez a reformáció szatmári fellegvára, a rendezvény pedig jó lehetőséget ad a református hagyományok átörökítésének. Azt gondolom, hogy a külső határok lebontása olykor könnyebb, mint azoknak a zárványoknak, elhatárolódásoknak a feldolgozás, ami bennünk van. Erről szólt a prédikáció, hogy Isten arra biztat bennünket, hogy próbáljunk meg a sok szolgalelkű gondolattól megszabadulni, felszabadulni arra, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk, azaz vagyunk valakik, akiknek nem csak személyi számuk vagy kódjuk lehet, hanem van saját nevük, személyiségük. Aztán egy másik nagyon fontos gondolat a szabadságban, a belső szabadság szempontjából, hogy nem kell nekünk elhallgatnunk dolgokat, hanem azt ki lehet mondani, lehet kiáltani. Ez a célzott kiáltás a Biblia nyelvén az imádság, amiben nagyon sok mindent el lehet mondani. A találkozónak Nagyecsed már második alkalommal volt a házigazdája. A polgármester elmondta, külön büszkeség, hogy az ő városuk templomuk adhatta a rendezvény helyszínét. 1870 óta áll a református nagy templom itt a Nagyecseden, és ugye ez külön büszkeségünk, hogy a tiszántúli református egyházkerületnek a mi állításunk szerint a harmadik legnagyobb temploma, és egyben Nagyecsed a szatmári református egyházmegyének a legnagyobb református gyülekezete. A találkozó kísérő rendezvényeként felléptek a térség hagyományőrző táncegyüttesei, megkóstolhatták a látogatók a jellegzetes népi ízeket, és a Berei József helytörténeti gyűjteményben egyházi tárgyi emlékekből nyílt kiállítást is megtekinthették az érdeklődők. Ferenc pápa a Palánki Ferencet nevezte ki a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyés püspökévé hétfőn, közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága az MTI-vel. Közleményük szerint az új egyházi vezető ünnepélyes beiktatásáig az egyházmegyét a nyugdíjba vonuló Bosák Nándor eddigi megyés püspök, mint apostoli kormányzó vezeti. Palánki Ferenc püspökké szentelése 2011. február 26-án volt az Egri Főszékes Egyházban, ezt követően érseki helynöki kinevezést kapott Miskolcra. 2011-től az Egri Főszékes Egyházi káptalan tagja, olvasókanonok, majd 2011. augusztus 1-től Miskolc mindszenti plébános, Palánki Ferenc 2013. decemberétől az Egri Főegyház megye segédpüspöke. Elszenvedte harmadik bajnoki vereségét a Kisvárda Mastergood. Sós Imre együttese az NB2 hetedik fordulójában Sziget-Szent Miklóson kapott ki 2-1-re. A tabellán jelenleg a 12. helyen álló várdaiak szerdán Magyar Kupa mérkőzésen Cegléden vendégszerepelnek. Szombaton pedig bajnoki meccsen a Budaörsöt fogadják a Várkerti pályán. Második idegenbeli bajnokián már a 4. percben hátrányba került a Kisvárda, a Sziget-Szent Miklósi Puskás fejjel vette be Ivancsics kapuját, véget vetve a vendégek 369 perces kapott gól nélküli sorozatának. A 36. percben Eszláthy egyenlített, a félidő utolsó percében Szepesi azonban újra vezetéshez juttatta a hazaiakat. A második játékrészben csak helyzetekig jutottak a csapatok, így a Kisvárda pont nélkül zárta a 7. fordulót. Az első félidő
az elfogadható volt a csapat részéről. Sajnos ugye egy figyelmetlenség után, amire egész héten készültünk a hazai csapatnak a pontrugásaira, kaptunk egy gólt, ami azért döntően rányomta a bélyegét arra a játékrészre. Az első fél időben többet birtokoltuk a labdát, szinte az egész fél idő az ellenfél térfelén zajlott, de a végjátékjaink azok sajnos pontatlanok maradtak. Az utolsó passzok vagy hosszúak voltak, vagy nem sikerültek, vagy olyan befejezést választottunk, amelyet a kapus állítani tudott. És hát jött a sok, megint csak egy pontrugás után a fél idő vége előtt egy jól eltalált lövéssel 25 méterről vezetést szerzett a hazai csapat. Próbáltuk rendezni a sorokat a fél időbe, de én úgy érzem, hogy a második fél időben, annak ellenére, hogy megbeszéltük az öltözőben, hogy mit kellene játszani ahhoz, hogy ezt a mérkőzést meg tudjuk fordítani, vagy egyáltalán pontot tudjunk szerezni, az nem valósult, meg nem sikerült. A forduló további eredményei: Budaörs Szeged 1-3, Vác Szolnok 1-0, Balmazújváros Sopron 2-1, Ajka Soroksár 0-0, Mezőkövesd Gyirmót 1-2, Dunaújváros Csákvár 1-0 és Siófok Zalaegerszeg 1-0. A tabella élén a 14 pontos Mezőkövesd áll, megelőzve a szintén 14 pontos Gyirmótot. A 8 ponttal 12. Kisvárda Szerdán a Magyar Kupa országos főtáblájának második fordulójában Cegléden lép pályára. Számunkra azért a bajnokság élvezi a prioritást, mindenféleképpen oda szeretnénk koncentrálni elsősorban. Azok fognak inkább játék lehetőséghez jutni, akik kevesebbet szerepeltek eddig, megkapják azt a bizonyítási lehetőséget, hogy esetlegesen a csapatba kerüljenek. Én nagyon bízom benne, hogy fogjuk tudni sikerre venni ezt az akadályt. A bajnokság 8. fordulójában ismét hazai környezetben játszik a Kisvárda, szombaton a Budaörs látogat a Várkerti pályára. Két vereséggel és egy győzelemmel zárta a szlovákiai Svidben megrendezett felkészülési tornát a Alsó-Nyíregyháza. Sitko Ernő együttese szerdától Zalaegerszegen a Göcsej kupán szerepel. Nem tart a csapattal a szerb Nikola Jovanovics, akitől elköszönt a klub vezetése. Újabb három felkészülési mérkőzésen van túl a Alsó-Nyíregyháza, amely a szlovákiai Svidben elsőként a cseh Svitavi ellen lépett pályára és szenvedett 86-79-es vereséget. A második találkozó a házigazdák csapata ellen rendhagyóra sikeredett, a nyíregyháziak a 38. perctől a kipontozódások miatt négyen maradtak a pályán, és kétszeri hosszabbítás követően 107-104-re kaptak ki a Svittől. Az első mérkőzésen úgy érzem, hogy nem úgy játszott a csapat, ahogyan kellett volna. Ezután kaptak egy elég nagy dorgálást, nem hiszem, hogy az a hozzáállás vezet majd ahhoz az eredményhez, amit mi szeretnénk elérni. Aztán a második mérkőzésre megváltozott minden. A hazai csapat ellen nagyon szépen összeállt a játékunk, és szépen küzdöttünk, vezettünk végig a találkozón. Mindaddig a percig, amíg négyen nem maradtunk a pályán, és ekkor egy kicsit megtorpant a csapatunk lendülete, de azt hiszem, hogy a kosárlabdában ritkán látható módon négy játékosunk, akinek az átlag magassága, nem tudom, hogy kijön-e 190-re, tehát úgy voltunk a pályán, hogy Brane Savic, Bús Iván, Kósa Tamás és Molnár Marci játszott öt játékos ellen, ahol az ellenfél csapatában nem tudom pontosan 5 vagy 6 légiós is szerepel egyébként. A lényeg, hogy az első hosszabbítást 11-11-re hozták, sajnos a második hosszabbításban 9-6-ra alul maradtak, de azt hiszem, hogy az így is elég szép teljesítmény. A harmadik mérkőzésen a nyíregyháziak 90-82-re legyőzték a már tornagyőztes cseh Jindřichův Hradec csapatát. Szavicsék szerdától a 46. Göcsej kupán szerepelnek. Nem szeretnék játszani mindent abból, amit a csapat megtanult a felkészülés során a taktikai repertoárból. Igazából alapjátékokkal szeretném lejátszani ezt a néhány mérkőzést. A legfontosabb, hogy a játékosaim pályán legyenek, szokják az egésznek a hangulatát, és ennek ellenére azért, hogy nem használunk mindent, kontrolláltan játszanak, és azt szeretném igazából, hogy csak azt mutassák meg, amit már tavaly is lehetett látni a csapatból. A Alsó-Nyíregyháza a házigazda az Zalaegerszeggel, a Szombathelyen és a szlovák Komárnóval került egy csoportba. Nem tart a csapattal Nikola Jovanovics, akitől elköszönt a klub vezetése, helyette egy amerikai játékos tesztel majd a szakmai stáb. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. A közvetlen brüsszeli források, valamint a Go and Learn nemzetközi program is segíti a lengyel-magyar gazdasági kapcsolatokat. A közvetlen brüsszeli források egy része, amelyek erősíthetik a lengyel-magyar gazdasági együttműködést, már 2014. január 1-től elérhetőek. A támogatások leginkább az energiahatékonyság, a fenntartható mezőgazdaság és az integrált városfejlesztés területeit érintik.
Idén a magánszemélyek közel fele, vagyis 106 ezeren ajánlották fel a személyi jövedelem adójuk 1%-át Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Így a civil szervezetek részére felajánlott összeg több mint 203 millió forint volt. Ebben az évben országszerte is rekordszámú volt a felajánlás. 2 milliónál is magasabb volt azoknak az adófizetőknek a száma, akik rendelkeztek adójuk 1%-áról. 25 éves a szociális munkás képzés a Debreceni Egyetem egészségügyi karán. A képzés 1990-ben Magyarországon először Nyíregyházán indult el. A szakot folyamatosan fejleszték, jelenleg közel 140 hallgatója van alap- és mesterképzésen. A Kölcsei Televízió hírműsorát látták hétfőn. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Híreinket addig is megtekinthetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap napos, száraz időre, a hideg éjszaka után mérsékelten meleg nappalra számíthatunk. A hideg levegő utánpótlása megszűnik, kedden a magasban melegedés kezdődik térségünk fölött, nagyrészt száraz levegő alakítja időjárásunkat. Estétől derült lesz az ég, csapadék nem várható, az északkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában 6 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire gyengén felhős napos idő várható, csapadék nem valószínű, a délkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 21 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Szerdán napközben még túlnyomóan napos időre van kilátás, majd a hét második felében ismét nedvesebb levegő érkezik fölénk, gyakran lesz erősen felhős az ég és több helyen várható zápor, zivatar. Szerdán 25 fok körül alakulnak a maximumok, majd csütörtöktől visszaesik a hőmérséklet, a máténapi tiszta időből jó bortermése következtetett a néphagyomány.